Hány órákat alszol? nagyon keveset. Mondjuk rád eddig is jellemző volt, de most annál is kevesebbet? Annál is kevesebbet. Elalszok, mert nem tudom, hajnal négykor nem bírom, és akkor ilyen ötkor már fel tehát hogy egy óra múlva, és akkor én napközben kétszer elállok egy fél órára, de, de ennyi. Tehát hogy amúgy is tudod, hogy ilyen három-négy órákat max volt, amit, aludtam korábban, de most az fokozódott, tehát, most már szinte semmit. De ez az ideg? Nem, nem az ideg, a rengeteg impulzus mindenki egyszer akar velem beszélni, meg mindenki egy órát. Tehát, hogy van egy olyan rossz szokásom, hogy, 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 mindenkit megpróbálok meghallgatni, és ha felhív valaki, és erőszakoskodnak, tudod, írnak SMS-ben beszélni akarnak, és akkor leírom, hogy most nagyon nem alkalmas, de beszéljünk később, akkor megint erőszakoskodik, belemegyek, hogy beszéljünk, és akkor, akkor minimum egy óra. És közben jönnek az e-mailek, jönnek a messengerek, közben elfogadok mindenkitől mindent, még az ellenséges szándékúaktól is, hogy ha beszélnek, velem, hogy elmegyek hozzájuk és ez így nagyon kimerít. És akkor mellett nekem még ugye csinálunk kell a, a magát a munkát, és hogy menjek különböző ügyek után, én magam is keresek alanyokat, akikkel lehet beszélni, ellenőrizzek dolgokat. Nagyon összetett, és nagyon sok és Minden mellett, hogy a folyamatosan így a pálya széléről a híjének azok meg próbálják magukra vonni a figyelmet, meg, meg próbálnak ilyen puzsérfélék belepofázni, ami az semmi közük nincsen, és akkor oda is fáraszol, oda is reagálj azért valamit, de szűkszavúan, hogy ne arra menjen el a fókusz, hogy ilyen személyes biffekkel, meg minden összetett időszak az biztos, meg közben ugye rendőrségügyek, tehát mindenhol az én kihallgatnak, mikor ilyen információkról beszélsz, sőt, kihallgatnak, inkább most már vegzálnak a 9. követ részére, de, de hogy ilyen összetett a... Ábrahám Robert a mai bezzeg vendége, és a Magyar Péterre a politika területén azt mondtuk évelején, hogy felkavarta azt a magyar politikai állóvizet, hát akkor a te nyomozásod, feltárásod, talán ez a pontosabb kifejezés, pedig felkavarta a magyar celeb állóvizet, és az már csak egy habatortán, hogy a politika is így vagy úgy belemászott akarva, akaratlanul. Erről is majd fogunk a mai bezzekben Robival beszélni. Viszont egy dolgot hadd kérdezzek már meg tőled, mert, mert mindenki tudja rólad, és ez egy ilyen elég groteszk vád ellened a túloldalról, hogy Hát ha te felmondtál, Igen. ugye keresik az okait, miért mondott fel Ábrahám. Miből élsz most? Hát jelenleg semmiből, amin volt. Tehát, tehát most bevétel, feléled, amit bevételem, amin, nincs. Feléled, amit bevételem, volt. bevételem nincs, de nagy fiú vagyok, meg, meg, férfi vagyok, és megoldom a mindennapjaimat, tehát én nem szorulok segítségre, vagy nem fordulok segítségére úgy, úgy, senkihez, de nincs bevételem, ez tény. De hát ezt vállaltam, meg, meg keresik az okokat, hogy miért, hát én elég okokat adtam. Tehát, hogy, hogy, voltak olyan, a háttérben voltak olyan konfliktusaim, nézeteltérések, amik, amik, nekem nem tetszettek, de elmondtam azt is ezzel egy évben teljesen őszintén, hogy én viszont az a fazon vagyok, aki, hogyha van is konfliktusa, vagy valami nem tetszik, attól még nem fog megváltozni a nézőpontja. Tehát, hogy, nem, hogy felmondtál, de akkor miért mész el a meghívásokra, mert miért nem mennék? Én csak a, a magát a köteléket szüntettem meg, tudod? Tehát, hogy, hogy, ne legyen az, hogy én bármilyen módon valahova kötődök, és akkor a kötődésem okán, ha én bármit mondok, akkor azt majd összekötik ezzel, azzal, így is azt tették, tehát hogy tök világos volt, hogy, hogy egy időbe fog esni az, amikor nekem nem tetszenek dolgok, és tök világos volt, hogy egy időbe fog esni azzal, hogy elkezdek ebbe az ügybe előre menni. Bár az első cél, az már elmondtam, százezer helyen, az nem lakatos már volt. A saját, amit, amit el kellett szenvednem a, a tavaszon, mindenféle gyilkosságot, a saját becsületemet akartam még lehelyrehozni, hogy nem volt már politikai é, é, kampányidőszak. És akkor most ez pont jó volt. És, és az, hogy, az, hogy ebből ez, ez, ez így alakult, ez nagyon spontán. És hát mi sem bizonyítja jobban, hogy először ennek a sorozatnak nem az volt a címe, hogy odakint most szörnyek járnak, hanem így hazudtok ti. De aztán, és apuzsérrel akartam folytatni, tehát én a hazugság nyomvonalán akartam haladni. Csak ugye beömlött a lakatos már, ugye, és akkor már tudtam, hogy itt nem, itt a szörnyek járnak, odakint sorozat lesz ebből, és a Puzsér most nem, érdekel, nem érdemel, nem annyi figyelmet, hogy vele foglalkozzak, hanem ezen kell keresztül mennem, mert, mert már nem a saját magam igazáról van szó, hanem egy társadalmi igazságot kell keresni ebben az ügyben. És és az egész spontán. És azért nem értik, meg azért adom föl a leckét azoknak, akik összeültek a matek szobába az ellen oldalon, hogy na mit találjunk rajta, vagy, vagy mit, mert, mert nincs, nincs, narratíva tudod, hanem spontán megy az egész. És a spontanitás az megtévesztő, hogy nem tudják, hogy mi lesz a következő lépés. Le... Nézzük meg legutóbb a kereskedelmi csatornákról kezdtem el beszélni, arra az volt az indítatás, hogy több infó volt előttem, több tanú jelentkezett minden más ügyben, de amikor kimondták azt, hogy abba az irányba nem menjek, mert ha jót akarok, akkor azt mondtam, hogy na akkor azért is abba az irányba megyünk, most ez az, az a következő, még nem akarok jót. Érted? Tehát a dac, meg a spontanitás együtt egy, egy, egy olyan együttállás, amit nem tudnak még, a, még az egyébként mindenféle szarkavaráshoz szokott ö, agytörözben sem megfejteni, hogy, hogy, akkor most mi van. A lipsi hiének várták, hogy itt lesz egy áruló, egy Magyar Péter 2, és ezt várt a Gulyás Marci is? Aztán koppant? Ja, igen, a lipsizés kivenném belőle, de a hiének, igen, abszolút. Abszolút. Azért mondom, mert, mert ő, ez, de nem minden esetben liberálisok ezek, hanem, hanem... De igen, hiének, és a Gulyás Marci igen azt hitte, hogy érkezik egy Magyar Péter 2.0-et, csak aztán amikor rájött, hogy, hogy itt nem egy árulóval van dolga, hanem egy... Pont attól vagyok nagyon veszélyes, tudod, hogy... hogy úgy van bennem lojalitás, hogy nincs, nincs mellétás út És a gulyás megijedt a több dologtól. D. Krisztina ügytől is megijedt, azóta is, hogyha elkezdik aláírni a, a posztolt videóik alá a D. Krisztinát, letörlik a videót és feltölt. Nem kommentett tőlőnek, hanem tartalmat, és újra feltöltik érted. Ez volt az egyik. A másik meg attól félt, hogy annyira őszinte vagyok, hogy velem szemben nehéz megfogó kérdés, mert én, én tudod jól neki is, mert mindenki másnak azt szoktam mondani, hogy nekem nem kell kérdésegyeztetés, nincs tabu. Bármiről lehet kérdezni, azért nem fut a az ásdani a kérdéseivel, mert tudja, hogy nálam ott vannak a válaszok is. Tehát én, én mindenbe belállok és mindenre válaszolok. És tudta a, a, a felmért a Gulyás, hogy szerintem, hogy nagyon nagy veszély, ha én a D-krisztű ügyel belül jövök. Egy, kettő, az is nagyon nagy veszély, hogy a végén úgy tesz engem szimpatikussá a saját közönségének, hogy nem fogok neki elárulni senkit. Ja, mert nyilván, tehát, és ezt azért teszem tisztában, mert felvetődik a kérdés, hogy miért mit tudsz te, amit elárulhatsz. Bárki bármilyen közegben dolgozik, jelen van az asztalnál, ő nyilván mindenhol hallhat olyan dolgokat, amik bizalmasak. De hogy én ilyeneket nem, nem adok ki soha senkinek, és se, tehát bármit megtehetsz velem, bármilyen rossz viszonyba kerülhetünk, de nem fogok az árulódnál válni. Azért nem, mert én egy alföldi cigány gyerekként megtanultam azt, hogy, hogy nekem kétszer a többet kell bizonyítani, és nincs ezzel bajom. De ha én bármikor a. a a megbízhatóságomat, vagy a becsületemet elveszítem, akkor onnantól kezdve nekem nincs többé semmilyen valutám, tudod? Tehát nekem, nekem ez volt mindig az előnyöm, és hiába írkálják oda a puzsiristák, hogy mi, te hazug, én nem vagyok hazug, pont azért buknak most meg az embereik, mert hazugnak neveztek engem, és most be fogom bizonyítani, és végig fogom vinni, hogy ők voltak azok, akik mindvégig hazudoztak össze-vissza, és amíg, hmm. amíg, engem azért vádoltak propagandizmussal, mert tisztázom a pozíciómat, hogy én mit gondolok a világról, kivel értek egyet, de soha nem hazudtam senkiről, addig ők valóban propagandisták. Valóban. Hát nézd néz, néz, meg, hogy, 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 olyan felvételek vannak, ahol Istennek szólítják a, 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 politikai messiásukat. Érted? Én nem teszek ilyet, én nem gondolom, hogy Orbán Viktor Isten lenne. Orbán Viktor szolgatásomnak gondolom. Márhogy az Isten előtt, tudod? És, és, úgy látom, hogy jelen pillanatban nem, de ő sem százszázalékosan, de, de többnyire ő azt az utat képviseli, ami, ami, szerintem jelen pillanatban az Isten érdekeit szolgálja. De politikusoktól ez meg a másik, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy némelyek utópiával keverik a politikát. Tehát aki abban bízik, hogy jön majd egy politikai erő, vagy egy politikai vezető, aki mindenben hibátlan lesz, mindenben tökéletes, és az őt körülvevő emberek mindannyian becsületesek lesznek és kezű, ez nem létezik. Ilyen világ nem volt soha, és nem is lesz. Tehát azt mindig el kell fogadni, hogy a, a, a politikai szimpátiánkat azt úgy kell valakivel szemben meghatározni, tisztában kell lenni, biztos van a környezetében olyan, aki, aki nem jó ember, biztos van a környezetében olyan, aki hazug, biztos van a környezetében, aki lop, hiszen politikusokról beszélünk. Hát, ha valaki tanulmányozza a régi írásokat, és ezt sokszor elmondom, a, nagyon feltűnő volt, és így a, a, az irodalmi élményém közül nagyon megmaradt a, a Dániel könyve a Bibliából, amikor Nabokodonoz király idején, tehát nagyon régen. Nagyon régen. El volt könyve, hogy a hivatalnokok korruptak. Te, te, érted, hogy a, a, az uralkodás, és most tök mindegy, hogy milyen államformán belül az uralkodás, de az uralkodás és a hivatalnokok között a korrupció az mindig jelen volt. Hát de hogyha elolvasod a, a fejedelmet től. hát ott is ármány, korrupció, cselszövés, de ha megnézed... Ha, egy török sorozatot a Szulajmáról. Hát ott is miről szól minden? A háttérben az ármánykodás, a korrupció. Így néz ki egy, 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 egy vezetés, így néz ki a politika, így nézett ki mindig. De szerintem ebben a közegben, és ezt még akkor is elmondtam, amikor kritikát fogalmaztam meg, hogy minden bűnével, minden hibájával együtt, még mindig a, az én jobb oldalamat látom a, a, a jó fiúnak, tudod? És akkor ezt össze lehet hasonlítani az én, az én nézőpontomat azokéval, akik meg a másik oldalról úgy beszélnek, hogy minden hibáját elhazudnak és eltagadnak, és hülyének nézik még egymást is. Tehát érted, amikor bemondja róluk, hogy büdös a szájuk, akkor inkább bevállalják, hogy nekik büdös a szájuk. Igen, igazat mondott a Péter, mi a baj, de amúgy Érted? Tehát, hogy én nem vagyok ilyen. Azon gondolkozom, hogy ebből is látszik, hogy a túloldalon a kollégák közül még mindig a legravaszabb és legjobb megérzéssel a gulyás rendelkezik, mert, Abszolút, ő, mert ő hú. kiszimatolta azokkal az érzékeivel, nem tudom, mi, hol van füle meg antennája, hogy itt kéne egy előinterjú, aztán az az előinterjú, azt, aztán mégis inkább eláll ettől az egésztől, mert látjuk a népszavás tapasztalaton, vannak ennél Bénábbak is, akik Igen. akik egészen elmenek odáig, hogy el is készül ez az interjú, majd utána jön a hazurazás. szánalmas, ez nevetséges, kéztördeléses. Igen, hazurazás. mondjuk hazurazás. Beszarás Magyar Igen. Pétertől. De ha már a beszarásnál tartunk, elmondhatjuk azt, hogy Ábrahám Robert be van most szarva a baloldali média, vagy a bal, bal, lipsi média, vagy pedig csak a fogást nem találják rajta és próbálják. Is is. És is, is, tehát azért szértened kell, hogy, hogy nem én vontam be őket, ők vonták be magukat ebbe az ügybe, és az van, hogy ezek az emberek, és most beszéljünk az influencerekről, mert a médiájuk az egy összetettebb dolog. Beszéljünk az influencerikről. Őket tolták előtérbe az elmúlt időszakban. És amikor miről, meg őkről beszélünk, akkor az nem kell, hogy sértő legyen senkinek, mert ez létezik. Tehát a mi, meg az ők, az létezik, ők visszafelé ugyanígy tekintenek ránk. Ez nem jó, ez csak úgy mondom, hogy ez létezik, ez, ez ténykérdés. És előtérbe tolták ezeket a, a politikai influencereket, akik behatoltak a gyerekszobákba. Mert rájöttek arra, hogy az a politikai e, áru, amit ők most a, a gyékényükre tettek, az sokkal könnyebben értékesíthető olyanok számára, akiknek nincs még valós megtapasztalásuk a világról, vagy nincsenek mondjuk 20-30 éves emlékeik arról, hogy hogy hogy, hogy néz ki, amikor valóban e, szegény az ország, meg valóban. E, úgy élnek az emberek, ahogy most próbálják eladni, hogy most egy olyan világ van Magyarországon. De nem, nem, is ismerik azt, amikor nem hogy a diktatúrát, hanem amikor tényleg korlátok közé vagy szorítva. Most egy nagyon szabad világban élünk, ezt el kell mondani. És ezek a, az influencerekben nagyon sokat investáltak, és ezek az influencerek Jolly Jokerként működtek, mert, mert egyszerűen nem volt ellenük semmilyen ellenoldali recept. Mert a, a jobb oldal, az influencer stratégiát szerintem nagyon rosszul építi fel, mert az, azok nem influencerek, akiknek megfizet, vagy fizetett hirdetéseket teszek. Az influencer valamilyen szinten igen, az igazi, autentikus influencer az megy magától. Az a néphangja. Az, és, és most az, abban nem menjünk bele, hogy, hogy a, 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 liberális influencerek azok úgy lettek a, a néphangjai métejekkel, de, de mégiscsak megnézik őket maguktól is, nem kell, nem kell hirdetés, érted? Tehát azt el kell ismerni, hogy ez valóban influencer munka, amit ott csinálnak. A jobb még van mit pótolnia. És hogyha nem vagyunk önkritikusak, és nem, nem látjuk a valóságot, akkor bajba fogunk keveredni. De most ezek az emberek bármilyen blödséget bemondtak, meg bármilyen farizeusságot adtak elő, akkor is a, a, a többség vitte magával a, 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 közvélekedés velük szembe, érted? És eljött egy olyan ügy, amikor, amikor, én megszólaltam, és, és, és ők belemáltották magukat az ügybe, hogy hirtelen meg voltak fogva. Nem találkoztak még olyannal, amivel akkor, tudod? Mert hogy, mert, hogy elmosultak hirtelen a bal és jobb e, fogyasztók. Tehát a, Hiába akarják ezt bal és jobb oldali ügynek feltüntetni. Az aktuális vélekedés már rég elmost ezeket a határokat. Mögöttem bent állnak a baloldali emberek is. Én, te, te, én tapasztalom, itt, itt nagyon sok minden megváltozott. Itt az elmúlt három hétben eddig is az volt, ha végigmentem valahol az utcán, azért, azért minimum minden utamon legalább egy ember odajött, aki köszönt, megszólított. Tehát ez, hozzá voltam szokvált, azért régóta képernyőn vagyok, meg, meg, meg minden nyilatkozom. De az, hogy kiszállok az autóba, és nem tudok úgy átmenni a lakásomig még az úttesten, hogy ne gratuláljanak, vagy, vagy ne biztassanak, ilyen nem volt még. És olyan emberek, akikről, akikről látod, hogy ez, ez, nem a te korábbi közönséged, meg akik elmondják, meg az üzenetek. Érted, ja, hogy az emberek azért, ez egy olyan kérdés, a, például az, hogy, a, hogy létezik a kulturális elit, és én mindig mert ez nem politikai, kulturális elit, mert ez felett áll a politikának. Nyilván van politikai magja, de mégiscsak kulturális elit. Az, hogy ez, ez, bizonyos uh, visszaéléseket követel már nagyon régóta, és hogy körülöttük egy ilyen zárt fal van, ezt azért az egész társadalom tisztában volt vele eddig is, legalábbis plegyka szinten. De hogy volt róla egy gondolata. És a mostani események megerősítik ebben a hídben, és ez feloldja azokat a határokat, tudod? Most nyilván vannak a, vannak a szektás részek. Tehát én nem akarom bántani mondjuk azokat, akik Magyar Péterben hisznek, szívük, joga, a szeretnék, de a, megint nényszerű megállapítás. Ha Magyar Péter oldalán túlmész azon, hogy árad a tisza, és mellé teszel még egy de szócskát, akkor ki vagy tiltva? Tehát, hogy ezek az emberek viszonylag korlátolt keretek között formálhatnak véleményt, és nyilván, ha aki ezt el tudja fogadni, és aki ezzel együtt tud élni, azzal neked nincs nagyon dolgod vitaszinten. Érted? Tehát most azzal nem tudsz vitatkozni. Az, figyelj, most mondok neked mást. Uh, volt most ez az osvát ügy, amikor előállt a, a sójában a saját sértetjével, és ott előadtak egy ilyen még azok számára is kellemetlen színházat, akik egyébként mondjuk támogatják őt, és kiött a, a, akit megvádoltak, fiú, ez a farkasom, a vévésom, a kijött egy ellenbizonyíték, amire senki nem számított, én sem tudtam, hogy van ilyen, egy hangfelvételrel, ami, ami én bebizonyította magát mostni. Igen, tehát bebizonyította, hogy Osvárd bemutatott egy fiút, az egykori áldozatát, aki elmondja büszkén, hogy ő egy hamis tanú. Mert hogy őt lefizették, hogy ő Zsolt itt vád. Még bocsánatot is kér. Majd jön, akit, akit megvádolnak, és bemutatja hangfelvétellel bizonyítottan, hogy a hamis tanú hamisan tanúsította, hogy hamis tanú. Ilyen beszarás, ez már tényleg egy, 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 egy Mónika sú az egész. Na és képzeld el, hogy még akkor is voltak, akik a, a nyilvánvaló helyet te, te, egy, a történet teljesen más száját ragadták meg. Tehát nem a, nem a lényegi résszel foglalkoztak, hanem, hanem másról, És így nézi az ember, hogy miket írnak némelyek, és akkor jössz rá, hogy létezik egy alternatív valóság, és nem biztos, hogy te abban az alternatív valóságban be akarsz lépni, és te ott akarsz bárkivel konfliktus magadnak. Tehát jó helyen van ő ott abban az alternatív valóságban. Nagyon jó hír azonban, hogy, hogy a, az interneten láthatatlan és interakciót nem hagyó néplélek, az viszont a valóságban él, és nem feltétlen a lájkokban mérhető a jelenléte, de jól érezhető a fizikális világban, hogy ott vannak, csak mondjuk dolgoznak napközben és nem érnek rá egész nap kommentelni meg redditelni. A mai bezzekben egyébként nem terveztem azt, hogy 29 egyére is elmondatom veled, Ennéljük hogy pontosan hogy mi van, viszont sokkal fontosabbnak érzem, hogy a nézőim ö, téged picit egy olyan oldaladról is megismerjenek, aki mondjuk ezt a helyzetet két lépés távolságról, a saját érzéseiddel, érzelmeiddel és tapasztalatoddal látod, úgyhogy kicsit hat, ö, szaladjak vissza az év legelejére, mindjárt érteni fogod, miért. Nem tudom, most mi a közmegegyezés, hányan voltak a Hősök terén a, hő, a szörnyes tüntetése? Mondjuk, legyen 150 ezer? Sokan voltak. De mindegy, most mindegy. Szerinted, satszold meg nekem, Robi, a 150 ezerből hány ember lehetett ott, aki kimenti jó, jó hiszeműen a gyerekvédelemért, és hány ment ott, mondja egy arányt, aki egyetemen politikai oldal miatt, hogy bukjon Orbán. Világos, hogy akik ott voltak. Az de a, de mi a, a megérzése? Szerintem ilyen 90 és 10 százalék az arány. 90, azok javára a 90, akik egyébként csak azért mentek ki, mert egy egy leegyszerűsített üzenettel egyetértenek, hogy a gyermekekért ki kell állni. Nem becsülött Ez, túl? Szerintem nem. Tehát az a, az a 10 Én Simán 50-50-t Szerintem meg nem. De, lehet, de, van, de van átfedés. Tehát van, tehát van olyan, aki azért ment ki, mert a gyerekek fontosak neki, de közben van politikai hátszerés, de szerintem ott a, a, az leegyszerűsített fő üzenet volt az, ami nagyon hatásos volt, és éppen ezért én senkit nem ítélek el azok közül, akik részt vettek a politikai színház közönségébe, még az aláírókat sem. Tehát képzeld el azt a helyzetet, hogy a nyilvánvalóan politikai aktorok megkérnek téged, mint közismert embert, hogy ilyet alá is támogasd őket. Gyermekvédelemről van szó. Ha azt mondod, hogy igen, részesévé válsz a politikai színháznak. A neved oda kerül. És most nagyon szégyelik magukat, hogy aztán kiderült, hogy a szörnyek fennálltak a színpadon, most nem tudnak, mit csinálni, ott van a nevük. És mi van azokkal, akik azt mondják, hogy nem? Hm? Azt mondja, hogy nem akar politikai színházat. Azt megszégyenítették. Ezt tették Gördög Nórával, meg Körtisszel. Érted? Azzal a körtisszel, aki velük ellentétben tényleg elmegy a beteg gyerekekhez, tényleg elmegy az árva gyerekekhez, tényleg segít a gyerekeken. Azzal az zöldögnórával szemben, szembe, aki tényleg egy igazi anyuka, érted? Tehát, hogy a, egyszer voltunk, a tv volt egy ilyen főzős műsora, és a, a, kislányom sára szerepelt benne, a, főnek azt hogy junior, vagy junior, vagy nem, nem, nem tudom nem pontosan, és elpityeredett és a, a, a Nórának a reakcióját soha nem felejtem el. A, az annyira zsigeri volt, ő egy igazi anya. Érted? ő egy igazi anya. És azt a nőt meg a szégyeníteni az a retek, tehát hogy, hogy álljon már meg a menet. Érted? Megmondom a körtiszt. A körtisztről biztos el lehet mondani, sok rossz szokása van neki, persze egy, egy újpesti izés rác, érted? Most nyilván vannak rossz dolgai. Tehát, hogy az, ez a csupa szívember, érted? És ezeket merték ezek megszégyeníteni. Alapból gond, az egész történetet értsük, hogy mi történik, jó? Tehát két dolgot tudunk eddig. Az egyik az, hogy Osvát nagy valószínűséggel gyerekekre, gyerekekre recskázik, hiszen miért másért kér péniszfotót, ugye? A másik lakatos már nagy valószínűséggel ö, ártatlan, kihasznált árvaházi gyerekeket vesz meg magának a pervezvágyének a kielégítésére, igaz? Ez, ez ennyit tudunk. Mindenkit, mindenki családos apákat, nevelőket, akik gyerekekkel foglalkoznak, ártatlan gyermekotthoni sértetteket, behurcoltak, vegzáltak, meghurcoltak, meggyanúsítottak, összerogánoztak, még a két gonosz tevővel senki, még be se menniük kihallgatásra, még tanúként se. Ezért mondom, hogy, hogy mi folyik itt? Mi ez az egész? Érted? És most már ott tartunk, ott tartunk, hogy ami tegnap kijött ettől a Farkas Somától videó. Ennek az embernek, Osvátnak, meg a hamis tanuljának Előzetesben a helye. Közéletből ki, előzetesbe be. Ha ez máshogy történik, nincs jogállam. Tehát közéletből ki, még egyszer mondom, előzetesbe be. És ha azt hiszi egyébként a, a Osvát, hogy ez az volt, amiről én beszélek napok óta, hogy, hogy olyat fog kapni, hogy tanítják majd az egyetemen, mert minden cselszövéséről tud mindenki, minden előre megírt hamis vágyáról tud mindenki, és olyan ellen bizonyítékokat fog látni a nyilvánosság, meg olyan dolgait fogja megismerni ennek az embernek, hogy tanítani fogják az egyetemen. Ez nem az. A Somára nem volt mi se felkészülve. Hogy jön és bedönti a csávót. Hogy jön és mutat egy hangfelvételt. Fogad, nem több, többször mondott, hogy nincs forgatókönyv, az élet rendezi. Nem az, élet, az Isten. Az Isten, tudod, mindig kérdezik, hogy Robi, nem félsz meg, ezek befolyásos emberek, és nem tudod, milyen erők állnak mögöttük. Hát mondom, oké, de én se vagyok, Piti. Hát mögöttem a seregek, ura. És érted? Nem Rogán Antal. És hogy féleke? Amikor ebbe az egészbe belevágtam, azért imádkoztam, és arra kértem az Istent, hogy ne engedje, hogy megszégyenüljek ezekkel a gonosz tevőkkel szembe. És nem engedi. Tegnap is, mikor ez történt, otthon ültem, így olvasom, hogy mi ez, küldi az egyik spanom, meghallgatom a videót, Adorján hívő hogy bazd meg, vége van. Vége van. Vége van, ha most nem tartóztatják le, akkor, ak 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 nincs ebben az országban igazság. Vége van ülök, és így nézek fel, mondom, hogy, hogy az én drága Istenem érted, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a, a, a senki megszégyeníti a szemem láttára. Még se, én még meg sem mozdultam. Hát nem tudják, hogy nálam mi van, érted? Meg, hogy mi van az ügyészség aztán, nem tudják. És már most vége. Már meg se... Figyelj, olyan erős dolgok vannak, hogy én azon gondolkodtam, hogy fele baráti szeretetből lehet, hogy az utolsó tört bele se fogom mártani, mert nem élné túl. De erre figyelmeztettem a telexet annak idején, mert Osvát nem tagadott. Tőle indul az egész. Osvát nem tagadott. Osvát először elismerte, persze szépítette, kutyulta, keverte, de elismerte. Belevezette a telex. És most már odáig ment, hogy nem csak, hogy most már felépített a három hétig, nem teljesen három hétig, két és fél hétig, ügyködtek azon, hogy hogy fogjanak meg. Nincs rajtam fogás. Hát én nem drogozok, nem járok buzibárba, nem veszek gyerekeket az intézetből, nem iszom alkoholt, gyerekeimet nevelem, dolgozok meg mellette, amikor, amikor egyedül vagyok este a profétákat olvasom. Érted? Nekem ez a kikapcsolódás. Hát rajtam milyen fogást találsz? Most azon túl rám mondják, hogy propagandista, meg izé, meg, meg, hazudik, de azt, az azért, amit ők fogtak rám, amit most, ami, amiben most fognak belepusztulni. Érted? és az öcsémet tűzték célkeresztbe két és fél, hogy az öcsém építenek fel majd egy hazug narratívát, és azon keresztül megtámadnak. Figyelj, én egy olyan világból jövök, meg olyan körülmények között nevelkedtem, hogy aki a családomra támad, annak nincs kegyelem. És pontosan ezért én meg akartam kínálni. Ez a, ez a mondat majd biztos ki lesz vágva, vagy a cigányvér megint előjött család. Tudod? Hát ez nem cigányvér, ez a. Na de, a, aki na de, élt így, de vidéken, hát, tudod, hogy. Aki, hogy működik az aki, aki élt vidéken, egy napot is az pontosan tudja, hogy ez nem cigány, és nem, a vidéki ember, a vidéki Magyarország ilyen, hogy a, az embernek a, a, a hite, a földje, a családja szent és sérthetetlen. Ez csak Belpesten nem így van. Hát elmész bárhova, bármely megyébe, bármely faluba, bármely kis öreghez, és megkérdezed, hogy mi az a három, ami kaszát, kaszát ragad, akkor elmondja, hogy a családja, a földje, meg a hite. Ezt nem adja. Érted? Bármi mást elvehetsz, től, ezt a hármat nem. Na mindegy. És akkor, tehát, hogy csak úgy értsd, hogy még arról nem azt látják, hogy én gonosz vagyok, és ennek Adorján a, 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 a fő tanúja. Még azt sem akartam leleplezni, egy ideig gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán lebuktassam a nyilvánosság előtt, hogy mi hogyan hazudott, meg hogyan szervezte meg ezt az egészet. Mert mondom, mi van akkor, ha nem bírok és felköti magát? Száradjon a lelkemen. Inkább mocskoljanak. De aztán annyira guztustalan volt, mert annyira nagy kép, annyira nagy volt a mellény, Érted? Hogy otthon ültem, nézem a gyerekeimet, plána a puzsi, puzsérügy után, és így nézem a családom, és mondom, hogy, hogy, hogy ezeket támadták meg, engem ezek a senki akik abból állnak ki, hogy, hogy úgy beszélnek egy élhetetlen országról, hogy mindannyian sokszoros multimilliómosok mindenhol előnyöket élveznek, mindenhol, mindenhol puhára esnek, érted? Ingatlanok, üzletizé, minden, és közben diktatúra, el vannak nyomva és hazudozhatnak bátran, és közben meg tudom magamról, hogy, hogy, mindez, amiket állítanak, ez a rendszervéd, meg a izé, figyelj, már volt olyan újság, akivel szemben ö, egyetlen egy sajtópet elindítottunk, ahol már nagyon túlzásba vitték, hogy én szétvertem a puzsér fejét, meg ilyenek, és kezdve megállapította a bíróság, hogy ugyanaz XY újság nem állított igazat, de nincsenek olyan társadalmi úja, hogy a helyre kelljen igazítani, ezért Ábrahám Robertnek kell pénzt fizetnie. És gondolkodom, hogy nekem ebben az országban tényleg csak hallgatni van jogom. Érted? Vagy, 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 mi ez? És közben meg kell hallgatni, hogy, hogy kézi vezérelt a bíróság, meg a izé, nem állt. Tehát a, 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 akinek volt már ugye a bíróságon, az pontosan tudja, hogy nagyon nagy baj van ott. Tehát ott a vörös bíróságnak nem véletlen nevezik. Mindegy, zárójel, mert nem az a célom, hogy ezeket a intézményeket én megtámadjam, csak most a saját tapasztalataimról beszélek, hogy egy idő után már nem tudod tűrni azt az igazságtalanságot, ami veled szembe megy, tudod? Kanyarodjunk vissza az előző gondolatmenetemhez, az emberekhez. A jó Isten ott áll mögötted, viszont is. most már nem csak arctalanok a kommentek, mert azt mondod, az utcán is megállítanak, megölelnek random, ismeret, ismeretlen emberek. Egyenki. Aki, aki egy kicsit is belelátott most ebbe a dologba és megismerte az arcodat és a nevedet. Ö, azt állítod nekem, hogy ö, arról az oldalról is már megjelentek kommentelők, akik egyébként Abszolút. nem kormánypártiak, Sőt, akik, ö, akik egyébként korábban tisztelték, kedvelték ezeket az influencereket, Igen. vagy annak az oldalnak a, a, az ikonikus alakjait? Abszolút. Abszolút. Ezt, miben, ezt miben érzed, vagy miből, miből tudod? Egyrészt leírják, másrészt a az érintettek ö, ö, családtagjai, akik köszönő leveleket írnak, meg, meg akik újra reményt kaptak, azok a legtöbbször a liberális világból jönnek. Hát szerinted hol meg fiatal balettáncosokat? Szerinted hol meg fiatal színészeket? Szerinted hol meg meg szórakoztatóiparban érintett fiatalokat? Hát ez, 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 a, ez, a, ez, a, liberális, kulturális élet része, amiről beszélünk. Tehát a megrondott balettáncos fiúk, azok, azok nem jobb általában a színházban megrontottak, azok nem jobberek általában. Az ő anyukáik, a nagymama, az unokabácsi, vagy most a, a lakatos ügyben jelenkezett ugye egy másik fiú, vagy másik lehetséges áldozat. Hát az, az például egy tisztás család. Ráadásul a, nagybácsi, aki, aki jelezte kommentben, hogy érintettek, az általában valami ellenzéki lapnak publikál. Hát most ugye érted, hogy miről beszélek. Abban a közegben is pontosan tudják, hogy igazat mondok ahol megvetik a kormányt, vagy nem értenek vele egyet. Hát azért mondom, hogy ne csináljunk már ebből aktuál politikát. Tehát az, hogy ők ezt is felhasználták a szörnyek színházba az év az egy dolog. Az arról beszélni kell. Arról is beszélni kell, hogy amikor ezek a körök kiépültek, akkor azok, azok SZDSZ és nagykutyák által épültek ki, és ők nevezték ki később a programigazgatókat, meg minden egyemet. Tehát ezekről beszélni kell. De hát a végére, a nap végére csak ki kellene szednie a politika mocsarából ezt az egész ügyet. Hát most az, hogy valaki rátámad egy gyerekre, hát ez nem egy politikai kérdés. Hát most ezen ezen dolgozom, meg ezen, és el is indult, hogy, hogy legyen egy, 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 összpárti munkacsoport, ami, ami, ami megpróbálja feltenni ezeket az ügyeket, és nézd meg, hogy a kegyelmi ügy kapcsán ugye elkezdődött valami, a törvényalkotó megpróbált újraértékelni, hogy mi, hol kell beavatkozni, hol van dolga. De szerintem most egy sokkal nagyobb reform fog végigmenni, mint ami, ami, ami akkor végigment. Mert még mindig vannak hibák. Tehát hiába, hiába, gondolta azt a törvényalkotó, hogy ő elvégezte a dolgát, felvetődik annak gyanúja, hogy, hogy még mindig hibás a rendszer, mert én tapasztaltam személyesen Ábrahám Robert, aki nem azért mondom ezt, hogy támadjam a kormányt, hanem mert ez a megtapasztalásom, az őszinte megtapasztalásom, hogy jelen pillanatban az áldozatot sokkal jobban megviseli ez a procedúra, mint magát a gyanúsítottat. Sőt, az, hogy például Osváth esetében hét hónapos nyomozás alatt tanúként sem hallgatták őt ki, ellenben másokat beráncigáltak, házkutatásokat tartottak, az arra világít, hogy a rendszer hibás. Tehát nem szeretnék egy, egy olyan országban élni, ahol az áldozatnak rettegnie kell attól, hogy segítséget kérjen és ez azért van így, hogy rettegnie kell, hogy segív, mert ezek az ügyek nem nagyon láttak napvilágot, és nem nagyon átmögéjük senki. És ezeknek az embereknek a társadalomban nagyon kicsi hangja van. Hát most ö, magamat is elítélem, mert sokszor, amikor odajön hozzád valaki az utcán, csak azért, mert ismert téged a tévéből vagy a rádióból, és elkezdi neked mondani, hogy segíts már neki valahogy, mert neki történt a családjában egy ilyen, meg olyan, és vele így, meg úgy hülyének nézik, bennem is először az ugrik be, hogy lehet, hogy tényleg az van, hogy ő túl gondolja ezt, hiszen a hatóságok nyilván megtették volna, és most tapasztaltam, hogy nem. Hogy ezek az emberek valószínűleg nem, nem az van, hogy idióták, hanem az van, hogy tényleg elbánt velük a rendszer. Igen, igen, igen. Mert a nincs, legelején, nincs, más, nincs más ugye, a olyan abszurditásokkal találkozol, amit nem tudsz elhinni. Hát, ugye én mindig elmondom, hogy a, a rendőrséget semmiképp nem szeretném ö, olyan helyzetbe hozni, hogy közbizalom, mert, mert nem. Mert a rendőrségbe hinni kell, a rendőrségbe ö, bizalomnak kell lenni. De tény, hogy a rendőrségen belül vannak olyan kis pontok, ahol most arra öten hatan mondták, hogy ugyanez volt a tapasztalatuk, és ugyanezt élték át, és úgy oldódott meg az ügy, hogy át kellett vinni máshova. Tehát az tény, hogy a rendőrségen belül is át kell ezt az egész rendszert vizsgálni, hogy vannak olyan gyenge pontjai, ahol kifejezetten hanyagul kezelik ezeket az ügyeket. Mert Csak ez a rendőrségre vet egyébként egy nagyon rossz szárnyat. Én ismerlek téged, és én pontosan tudom, hogy nem egy ilyen uh, lufi szöveg a részedről, hogy nem akarod a rendőrségbe vetett bizalmat uh, megtörni. Viszont uh, nekem, mint állampolgárnak, hogyha tűzoltóra, rendőr, <kül> rendőre vagy men Mentőre gondolok, én nem szeretném azt gondolni, hogy attól függően, hogy az ország melyik területén élek, minőségileg jobb itt a rendőr, ott a tűzoltó, amott meg a mentő, és ez e szerint, a tapasztalatod szerint most arról van szó, hogy valahol minőségileg mégiscsak rosszabb. De hát ez, ez megint csak ténybeli kérdés. Hát ha többen állítják ugyanazt a ugyanilyen rossz tapasztalatuk van, és el kellett tőlük venni már többször az ügyet, mert nem végeztek jó munkát, vagy félrenyomoztak, vagy anyagok voltak, akkor ezt ki kell jelenteni. És az nem lehet hogy ezt mindig befedjük, és erről nem beszélünk, mert ez a probléma azért tud aztán később még nagyobb kárt okozni. Mert hát a múltkor sem volt semmi, és akkor nem mondjunk ilyet, mert figyelj, két, két nyomozóhatósággal találkoztam ezekben az ügyekben. Az egyik a Teve utcai volt, a másik pedig az ifjúságvédelem a 9 kerületben. Az egyiknél azt tapasztaltam, hogy 2024-et írunk, ez volt a Teve utca, nem fogom titkolni, a másik, meg azt tapasztaltam, hogy a 70-es évek. Hát, hogy mondjuk jót is. Igen a Teve utcáról én csak jól tudok mondani. Ott úgy működik a nyomozás, és úgy állnak a rendőrök az ügyhöz, és olyan rendőrökkel találkoztam, akiket magadban, mielőtt bemész egy ilyenre, van egy, egy prekoncepció, hogy hogy kellene veled viselkedni, hogy kellene hozzáállni a nyomozáshoz, mit vársz el rendőrtől, mennyire lesz gyors a folyamat, mennyire fognak téged, mint tanút megkímélni attól, hogy mondjuk 8 órát bent üljél. És a Teve utcában azt tapasztaltam, hogy ez mind, mit, úgy működik minden, ahogy, ahogy elvárod, mondjuk, hogy Svájcban működjön. Míg a másik helyen meg azt tapasztaltam, hogy nem. Mm. És akkor most fel kell tenni a kérdés, hogy akkor a rendőrségről ki lehet mondani, hogy rendőrség nem, tesz, nem lehet kimondani, mert a rendőrségről az a tapasztalat, hogy teszi a dolgát. De azt is viszont ki kell mondani, hogy a rendőrségen belül is vannak olyan pontok, amelyeket ideje ö, átvilágítani és rendbe tenni. Hát ez nem lehet eltagadni, most miért amikor autószervizbe akarsz menni, a, és több mint egy milyen autód van, de egy, egy, egy ö, nagy tisztelete márkát vezetsz te is, nem a luxus minimum kategóriát. De egy kicsit megszoktad mosolyogni hogy rohagy meg. <laughs> Jó, mert nem szeretem a svédeket. De, de, érted, most kijelenthetjük azt, hogyha az egyik szervizben van negatív tapasztalatot, hogy egyébként a, a, Volvo, hát nem beszéljünk mellé, hogy a Volvo egy megbízhatatlan szar szervizet biztosít az autói, az nem jelenthetjük ki, de ha mondjuk, nem tudom, van-e Volvo szerviz, de mondjuk a Budőrsi Volvo szervizben többszörösen is rossz tapasztalatot van, és mindenki más is rosszakat mondol, de egyébként mert tudjuk, hogy a Volvo megbízható, hát, akkor titkoljuk el. Értem a hasonlatot. Hát nem a márkának akarok ártani, hanem a márkának akarok segíteni, hogy a szégyenfoltját vakarja le magáról. Mert az egy szégyenfolt. És bocsánat az erős kijelentésekért, de próbálok ebben az ügyben tényleg őszintén fogalmazni, mert szerintem azért, azért tudott ez így csendben maradni 20-30 évig, mert nem volt mindenki őszinte. Mert pont azért, mert hogy jaj, most, most, nem mondhatom azt, hogy, hogy ő is vegzált gyerekeket. Hát, hát, tudod, hogy egyébként meg meleg, és akkor mindjárt azt fogják mondani, hogy én izé homofó vagyok, és tudod, hogy az nagyon rossz belépő. Adjuk ezt, nem érdekel ez a dolog. És erre sehol nem engedték, hogy kitérek, nálad hagyd térjek egy picit, hogy meleg vagy nem meleg ügyről van itt szó, most akkor meleg ellenes ügy, nem meleg ellenes ügy. Szeretném jelezni, hogy az informátorok nagy része, akik azért kerestek meg, hogy segítsenek, vagy információt adjanak, mert, a, mert nem akarják, hogy ez tovább folytatódjon, nem akarják, hogy gyerekek legyenek a prédek. Legtöbb esetben 90 ban melegek. Ennyi. Érted? Csak most, de most... Érted? Ha akarod, akkor persze ki tudod fordítani, hogy akkor ez most a meleg közösség. Egyrészt, hogy elmondtam, neked nincs, olyan meleg közösség, nem hiszek benne de nem a melegek ellen, hiszen a melegek részesei annak a, a felgöngyölítésnek, ami nélkül nem jöhetne létre. Ki tud neked többet mondani, mint aki ott volt ezeken a bulikon? Da, de Robi, most elmondod itt a bezzekbe, hogy ez a tapasztalatot, hogy 90%-ban az informátoraid melegek. Igen. tök mindegy, hogy itt ezt te kimondtad. Az is tök mindegy volt eddig, hogy mindenhol elmondtad, hogy nem akarod pártokra ráhúzni. Hogy ezt, nem számít, nem hogy számít, hogy mit mondasz, mert egyébként te rá akarod húzni a Tiszára, rá akarod húzni az ellenzékre, és homofób vagy. Tök mindegy, hogy hány helyen fogod de ez, elmondani. Jó, de van egy narratíva szekrény, tudod nagyon jól, és akkor, amikor nem tudunk érvekkel vitatkozni, akkor ott megnézzük, homofób, rogán, mm, hazug, legyen most a rogán, és akkor ez lesz a narratíva. Hát ez így működik. Velem szembe tényekkel úgy nagyon senki nem ért még szembe, hát nézd meg az összes karaktergyilkossági kísérletet velem szembe, az mindig vagy a nevemmel foglalkozott, vagy a származásommal foglalkozott, és soha nem voltak, tehát olyan, hogy, meg, hogy, meg hogy megállapították, összeültek, hogy Ábrán Lóber most már nem értelmisége. Hát hála az Úristen ennek, hogy engem soha nem soroltak közé. Hát de hogy vagyok én értelmiség. Én egy egyszerű alföldi cigány vagyok, aki hisz a Jóistenben a legmélyebben, és mellette szereti a hazáját, és mellette még van talán humora is. Ennyi, nem, nem vagyok értelmiségi, hogy lennék, hát hogyha az lennék, akkor most ott kellene lennem, és támadnom kellene a, a sietetteket meg a gyerekeket, mert hogy a lakatos márkot, meg a, a többieket ki tudják védeni. Feltűn nekem valami, ami itt van az ember óra előtt, és nem értem, hogy erről miért nem beszélnek sokkal többen. Azt vettem észre, hogy ö, Lakatos márk, amint a neve előkerült, egy hétig teljes kusban volt, utána tudunk egy darab nyomorult Instagram posztot, majd azóta megint csak kusban van, valahol bujkál. Osvát Zsolt kusban volt, a saját dolga miatt kusban volt, megszólalhatott volna Osvát Lakatos márk ügyben is, nem szólalt meg, mert erre éppen most nem annyira érzékeny. Tehát Osvát is kusban van, pluszban páváskodik a viaszaton. A kussa lényeg mind a két embernél. Majd egyszer csak jön a Kretén Magyar Péter, aki bedobja, már ezt elemezgett, hogy kétféle ok, oka lehet, hogy miért dobta be a Földi Robert nevét, és ahogy a színészrendező meghallja a saját nevét előkerülni, abban a pillanatban jelentkezik, itt ez a lényeg, abban a pillanatban jelentkezik, és Csává. azt mondja, hogy Ácsi, Ácsi haver. Igen. Hogyha, hogyha nem kérsz bocsánatot, azonnal megyek a bíróságra. És ezt miért nem veszik észre az emberek, hogy Osvát és Lakatos kusban van most már hetek, hónapok óta, akit pedig ártatlanul vádolnak meg legalábbis ez az embernek az érzése, az azonnal szól. Hát ennél, ennél jobb bizonyíték nem kell arra, hogy azokkal valami kurva nagy gáz van az Alföldivel, meg ebben a dologban semmi. Ja, az a különbség köztem, meg például Magyar Péter között, hogy én nem mondok be hasonlítésre a nevet a nyilvánosságban, én csak olyanokat mondok be, olyan neveket nevezek meg, akik ellen vannak tanúvallomások, és akik közül legalább egy vállalja az arcát is, már nem a nyilvánosság előtt, hanem a kamerába, tehát hogy kihallgatható, vagy vállalja ennek a büntetőjogi felelősséget, és mellette még vannak mások, akik megerősítették úgy, hogy mondjuk nem álltak bele a kamerába az arcukkal. Na most olyat, amit a Magyar Péter csinál, nem szabad csinálni, az nagyon kártékony. Nem véletlen támadta meg azonnal a földi, nem véletlen azonnal vissza, és nem véletlen szégyenült meg aztán a magyar, aki tényleg állva kér bocsánatot, ugye izért. Nem tör. szokott pedig bocsánatot kérni. És de, de, hogy érted, hogy ez egy a, 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 lakatos hallgatása, igen, az osvát az nem csak hallgatott, hanem közben, közben bizonyítékokat gyártott, nem gyűjtött, gyártott, tehát ott azért van a császlás. Ahogy ne. De én ugye mindig is elmondtam, hogy az elétő fog vagy tény, hogy kettejüknek a, a, a napvilágra kerül dolga nem összehasonlítható. Teljesen más kategória. No, de lakatos nem keni máson szét a szarját, hanem menekül, még Osvát, az mindenkit szétkenni a szarját, tehát Osvát még gonoszabb attól is, mint akit most az egész ország vár, hogy valahogy nem előkerítsék. Hogy érzed a kommunikációs részéről ezt a dolgot? Mert néhány héttel ezelőtt, amíg újságíró voltál, téged én olyan lefelmítve a mi barátságunkat téged, én olyan újságíró kollégának gondoltalak, akinek vág az esze, és nagyon érzi a mai ö, kornak a nyelvezetét, és nagyon érzed azt, hogy ö, mikor milyen tartalommal érdemes foglalkozni, mert arra harapnak. Neked most ö, kommunikációs szempontból, függetlenül attól, hogy hogyan érkeznek be hozzád információk, lehet, hogy egy hétig nem fog jönni semmi, lehet, hogy egy éten öt is rád fog szakadni. Neked ezt muszáj lenne egy nagyon magas rezgésen föntartani még hetekig, hónapokig? Vagy mi? Mi a, mi, a, mi, a, mi a jó megoldás arra, hogy a közvélemény minél jobban mellé tudjon ebben állni? Én akkor szólalok meg, amikor kell. És, és, nem csinálok ebből közösségi média Tehát, dramaturgia ha, sincs, nem nincs. csak forgató. Nyomás meg abszolút nincs, rajtam, hogy jaj, most kéne posztolni, és jaj, valami nagyon szép fotóval, én foglalkozok ilyenekkel. Amikor mondani való van, akkor beszélek, amikor nincs mondani való, akkor hallgatok, és akkor teszem a dolgom a háttérbe, mert hogy itt ennek van az a része, már mondtam, amit, amit, az emberek látnak, ez az én szerepem, aki tapicskol a vérbe, és megy előre, és közben hagyja, hogy lőjenek is rá, vagy vállalja ennek, mert ezt a kockázatot nem a senki, mert a senki. Meg van ennek egy másik része, amikor tényleg a gyerekek a lényeg, és az, az már nem a nyilvánosság előtt zajlik, ott, ott a háttérben kell konzultálni szakemberekkel, megszervezni a civil munkacsoportot, és a többi, azt is el kell valakinek végezni, és azt is segíteni kell koordinálni, és olyankor nem posztolunk, meg nem beszélünk, hanem ott zajlik egy háttérmunka, és amikor, amikor a nyilvánosság számára érdekes információ van, azt meg akkor megosztom. De, de nincsen forgatókönyv, és nincs adásmenet. Tehát, hogy teljesen spontán történik, és, és ide, hogy az emberek ezt pontosan érzik. Hogy itt, itt, itt nem egy, nem egy, nem egy esemény Zajlik, hanem, hanem érzik azt, hogy nekem, nekem minden szava műszint, tehát amikor, amikor a sajátjaimmal van, van kritikám, azt is leírom, amikor a másik, azt is. Tehát, hogy még politikosan sem motivál be az ügybe a legkevésbé sem. Hogyha a néhány nappal ezelőtti sajtótájékoztatódra gondolok, ott már ezekről a munkacsoportokról beszéltél, mit tudsz most nekünk, a nézőimnek elmondani, hogyan áll ez a dolog, milyen szakaszban van, és ennek a azt hiszem kétféle munkacsoportot is mondták. Egy... Mi, lesz, mi lesz az adresszált feladata? Hát nyilván a, 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 a politikai munkacsoportnak az az, hogy kivegye ennek az egésznek a pártpolitikai csatározás jellegét, és hogy hogy inkább egy, egy összpárti. Ez nem e... egy oxymoron, a... hogy politikai munkacsoport a neve annak, ami ki akarja venni a politikai élt? De hogy érted, mit mondok, amíg a, amíg a politikusok egymásra most mutogatnak, meg összepróbálják egymást pedofilozni, addig, ha összeáll egy ilyen munkacsoport, és akik delegálnak ebbe saját képviselőt, vagy, vagy, vagy saját munkacsoport részvevőt, addig nem nagyon fognak majd tudni egymásra mutogatni, mert akkor azt mondhatják, hogy hát miért pedofiloznál te engem, amikor én benne vagyok, és próbálok nektek segíteni, és ez oda-vissza működik. Tehát, hogy, érted, hogy itt felül kell egy picit emelkedni a pártpolitikán, és hogyha ez, ebből kimarad valaki, akkor azzal szemben joggal lehet feltenni a kérdést, hogy akkor te eddig miért ö, próbáltál a bópolitikát csinálni, hogy te a gyermekekkel nagyon foglalkozol. Itt a lehetőség, be kell szállni, tegyük félre az ellenézéseket, és dolgozzunk ebben az ügyben legalábbis együtt, érted? Tehát, hogy ez, ez kell, mert ezt tudja tompítani, és meg hát azért valljuk már be, hát most nem a civilek azok, akik, akik törvényalkotás szinten közbe tudnak avatkozni, hát mégiscsak a politikusok azok, akik, a, a, akik itt tudnak érdemi változást eszközölni. De a civil munkacsoport meg azért kell, mert oda meg kellenek mindenféle szakemberek, mindenféle civilek, akik meg test közelből ismerik ezt. És nem úgy, hogy eléjük tettek egy papírt vagy egy törvényjavaslatot, hanem ott vannak. Ismerik a gyermek, itt leginkább a gyermekotthonokkal lesz a probléma, tudod? Hogy, hogy ismerik a, a, valódi panaszokat, ismerik a, 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 rendszernek a hibáit, azokat a réseket, ahol beférkőznek azok az emberek, akik aztán eladják a gyerekeket. Tehát ezt kell felszámolni, meg az, hogy a gyermekek prostituáltá válhassanak, mert az, hogy a, a gyermekotthonokban élők egy jelentős része vagy férfi, vagy női prostituáltá válik idővel, hát ez sajnos megint csak egy olyan dolog, amiről azért már mindenki hallod, de nem mindenki már beszélni. Hát ez, ez érted, ez így volt mindig. Sokkal könnyebb préda a mindenféle e, kerítők számára egy intézet is e, srác vagy lány, mint egy középosztályból érkező magániskolába tanuló kislány vagy kisfiú. Nem tartasz attól, hogy a civil munkacsoportba, aki majd bekerül segíteni, azt majd meg fogják találni, hogy ezért meg azért ő nem hiteles? Nem, 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 mert e, próbáljuk ezt úgy szervezni, és ellen például úgy állodok, hogy sikerül, hogy ezt megpróbáljuk szintén csak e, legyen benne ilyen, meg olyan oldali is, és hogy ebben legyen köztük kompromisszum, tudod, és akkor, akkor megint ki van védve, hogy ebből megint pár politikai kérdést csináljanak. Meg, de soha nem tudsz 100%-os munkát végezni ebben, mert mindig lesz majd valaki, aki majd rogánozik, aki majd majd pedofideszezik, aki meg az ellenfele, vagy a ellenoldal felé ugyanez fordított előjellel, de azzal nem tudsz mit kezdeni. A, a lényegi munkát viszont ez nem hátráltathatja, és meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy tompítsuk ezeket a, a belharcokat. De szerintem. Szerintem nagyon jól haladunk ebbe, és ahogy, ahogy elkészül és kész van a, a, a lista nevekről, meg a közelműködő pártokról, akkor ezt nyilván majd közölni fogom a nyilvánossággal is. Mérő Verát és potyondi Edinát most itt egy gondolatba tegyük be, Robi, mert a két nőről mindenki tudja Magyarországon, hogy kérlehetetlen harcosa a kormánynak, és mind a kettő kimondva kimondatlanul azon dolgozik, hogy itt majd egy új kormány legyen valamikor Magyarországon. Ehhez képest mégis ez a történet két különböző női karaktert vetített elénk, úgy tűnik a szándékaik tekintetében abszolút. Ezt a különbséget itt árnyald nekünk létszíves. Hát, bocsöndedin, az, az egy démoni teremtés. Az egy démoni teremtés. A, azok közé, a farizeusok közé tartozik, akik a legalattomosabbak minden, amikor kell, akkor álnai van alattomos, amikor kell hergelően alattomos, de hogy minden lélegzetvétele politikailag motivált. De ő politikus, tehát ez hagyjuk már, hogy influencer, meg youtuber, ő politikus, hát ő a Momentum elnökségi tagjai közül érkezik, egy olyan Momentumnak, amelynek akkor Fekete Győr volt a vezetője, tehát, tehát azért harcolt annak idején politikusként, hogy ezt az országot Fekete Győr irányítsa. Ez itt, itt már be kellene fejezni, zárójelbe kellene tenni a potyondjadén a történet, és lehetne tovább haladni. De aztán a, a Amilyen képmutatást még ő felmutatott a közéleti tevékenysége során, én azt gondolom, hogy őt úgy kell elkönyvelni, bár ő propagandistázik mindenkit, ő az első számú propagandista az országban, a Pocsándi Edina. A mérővel a más. A mérővel a e, számomra nagy kérdőjel. Én találkoztam már a, a nagyon e, nem tetsző oldalával, és találkoztam egy jóval emberi oldalával, de az már most kijelenthető, hogy ő semmiféleképpen nem egy polcon szerepel a potyondival ilyen téren, de számomra ő kérdőjel továbbra is kérdőjel. Tehát nem tudom eldönteni, hogy egy naív nő, aki, aki tele van jó indulattal, vagy nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy több kulacsos, aki csak elhiteti velem, hogy van benne jó indulat, vagy nem tudom eldönteni, hogy tényleg az egész minden, minden mindegyik oldal, amit megmutat az ő maga, csak ennyire összetett személyiség, de hogy, őt hogy nem sorolom a negatív karakterek közé. Szürreális lenne mérővel a civil munkacsoportban? Nem. Segítséget felajánlott? Meg az ő segítségét hogy értelmezed? Pozitívan, minden, de mindenki, tehát elmondtam, hogy még az osvátét is elfogadom, ha felhív is azt De, de az nem fog megtörténni, a mérője megtörtént. Nyilván, de érted, hogy, hogy, de nekem nincs, de annyira nincs benne, hogy szép teszem, hát a, Verával is személyes sérelmeim voltak, hát ő is támadott engem. De ahol, ahogy, rám egy SMS, és ahogy lépett felé menjet, egyből visszaléptem én is az irányába. Tehát én ennyi, ennyire komolyan gondolom ezt, hogy nem az számít, hogy ki fel a segítséget, ki azért valamit, hogy, hogy végigvigyünk egy reformot, hanem mindenkit, mindenkit, mindenkit nyitottan várok, és addig, amíg, amíg nem ver át szemtől szembe, Addig én ezt az esélyt nem tartom mindenkinek. Kiadhatlak itt a nézőimnek, csak azért, mert egyen jobban ismerlek, mint ők téged. A Robi barátom könnyen sértődő ember, viszont nagyon könnyen kiengesztelt. Ja, hát igen, ribanc vagyok ilyen téren, hogy úgy viselkedek sokszor. Ezt minden közel ismerősöm tudja, hogy engem megbántasz egy, egy rosszul elhelyezett szóval vagy gesztussal, akkor így képes vagyok így, így három-négy napig teljesen megsértődni, de aztán meg ahogy megsértődtem, ugyanolyan a gyorsasággal még közelebb engedni magamhoz mindenkit. Ja, ilyen vagyok, sértődékeny. Van egy nagyon érdekes vetület ennek az egész históriának. Beszélgettem már néhány emberrel, és, és nagyjából megegyezés van ebben. Az az ütés, amit a magyar jobboldal kapott idén-évelején, kegyelmi ügy Magyar Péter színrelépése, az politikai, stratégiai és kommunikációs értelemben úgy néz ki, ha én egy politológus lennék, és utólag, mint történelem, vissza kéne néznem erre a 2024-es esztendőre, hogy valamilyen szempontból kiesett a tematizációs kezdeményezés a jobb oldal részéről, a politika részéről. Ezek olyan ütések voltak, amiben hátrálni és védekezni és gyors megoldást találni, ezek voltak az elsődleges feladatok. Nem volt arra lehetőség, hogy míg korábban, tematizálni tudja a közéletet. Mm. És most jött te és újra mondhatja egy egyszeri ö, jobboldali magyar állampolgár újra végre védekezni kényszerül a túloldal. Egyetértesz ezzel az állítással? Hmm, érzem ezt a jelenséget, hogy létezik. Hát mondom, érzem Fogalmazd meg pontosan. ha az enyém meg, nem volt. Meg jóban. vannak fogva, tehát meg vannak fogva, ez tény. Én ezt érzem, látom, tapasztalom. Velem szemben is nem véletlen, hogy annyira elkeseredettek, hogy bármi áron csak állítsanak meg, de nem az volt a prioritás, hogy most melyik politikai oldalnál legyen a kezdeményezés. Ez a mellékterméke. Világos, ez egy következmény. Mert, igen, mert onnantól kezdve, hogyha valaki igazat mond, és közben erőszakkal besorolják őt bizonyos katujába, és nem akarják onnan kiengedni, akkor amikor az az ember igazsága kiderül, hogy ő mindvégig igazat mondott, akkor a skatúja igazsága is kiderül, érted? Tehát, hogy én nem ragaszkodtam ahhoz, hogy engem a, a, a politika vagy a közélet részvevőjeként emlegessenek. Tehát én csak simán elmondom, hogy jobb oldali vagyok. Érted? Tehát, egy, tehát, ezzel értek egyet, ez, a, ez az én értékrendem, de ők mindig bele, tehát sokkal nagyobb polcra akartak tenni engem a közéleti szempontból, mint ahol én valójában vagyok. De azzal, hogy ők engem betoltak oda, most saját magukat hozták kellemetlen helyzetbe, hiszen ha én benne vagyok abban a és az én igazságom leuralja az egész skatujában, át, akkor a skatujával szemben magyarázkodniuk kell. Tudod? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon... Tehát erre már mondhatjuk azt, hogy az élet érdekesen írja a sorait, de hogy a magát, a jelenséget, azt én észrelem, érzékelem, de nem volt ez prioritás, hogy ez így legyen. Világos. De melléktermék. Itt volt egy héttel ezelőtt ebben a székben Bajer Zsolt, és a műsor vége felé ő, Zsoca olyan szépen beszélt róla, hogy nem fogom újra idézni, nehogy zavarba gyere meg aztán akik majd néznek minket, nem akarom, hogy azt gondolják, hogy itt ilyen micsoda gyönyörű alákérdezéseket tud a műsorvezető úr tenni. De nem is titkoltam a barátságunkat. Bayer azt mondta, hogy ha az elkövetkezendő években ez az egész történet azt eléri, hogy ezek a mocskos állatok nem fogják ragadozóként levadászni a gyerekeket, a kamaszokat, akkor már megérte, és akkor már Ábrahám Robertnek az érdemei, és akkor szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy Zsoca, azok elévülhetetlenek lesznek. Viszont azt szerintem tőled még senki nem kérdezte meg, hogy Ábrahám Robert, mint magánember, magyar állampolgár, hagyjuk ki most az Isten hívőt direkt. Igen. Mivel lennél elégedett? Ezzel az, ennek az ügynek kapcsán. A milyen tisztulás indul, milyen mértékű tisztulás indulna? El? én azt szeretném, hogyha ha a nevelő otthonok környékén, a gyermekotthonok környékén olyan félelem szállnám meg azokat, akik, akik ott dolgoznak, vagy akik részt vesznek ebben a belső munkában, hogy többi nem titkolnák el azt, amit tudnak, hanem mernének a hatósághoz fordulni, tudod? Tehát, hogy én, a, én, én a falat szeretném áttörni. Minden amiket a, a Zsolti mondat, nekem nagyon jól esik, de nyilvánvalóan és azt tudod, hogy nem, ez, ez tényleg nem kamutált, hogy én nem keresem saját magam izért, hogy most akkor hú, mi ismerjenek el, hogy nem kell ez, de az tény, ez viszont ő nagyon sok helyen, nagyon sok jót mondott rólam a Bajer, és én még nem mondtam róla ugyanilyen jókat, és nem azért, mert hogy nekem most ilyenkor kényszerítve vagyok rá, hanem én csak el szeretnék mesélni egy történetet. Amikor a, annak idején a én a YouTube-on eléggé sikeres voltam, de amikor a, a, az alakuló Pesti tv kaptam egy állás lehetőséget, akkor nekem volt Majkával egy vitám mert szerepeltem egy olyan fotón, ahol a Bayer is ott állt oldalt, és hogy hú, tudod-e, hogy ki ez az ember mondja, Majko, hogy megvett téged, meg izé, tesó, így úgy, tesó. És mondtam neki, hogy de figyelj, nekem nem volt vele semmilyen negatív tapasztalatom eddig, és majd megtudod, ki ez az ember, meg ilyenek, és próbálták őt beállítani egy ilyen véresszájú nácinak egyébként. De ez mondjuk már a valóságot. Te ezt, 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 terjeng, igen, persze. De most... alattomos most szar módon, igen. Igen. Na most, amióta én őt ismerem, vagy amióta találkoztunk, nekem pont az ellenkezője volt a benyomásom. Tehát amikor én eddig bármikor bárki által támadásra lekerültem, az első között volt, aki, aki mindig segített, kiállt mellettem. Amikor felmondtam annak idején a munkahelyemen, az első volt, aki felhívott, hogy megkérdezze, hogy hogy vagyok, mi történt, mi a baj. Érted? Ja, ne, ő, 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 ő nem egy aljas fasiszta nácia, vagy ahogy őt elképzelik. Ő semmivel nem tett rosszabbakat, mint amit tesz mondjuk Puzsér a, a liberális oldalon. Tehát, hogyha a szókimondósága miatt ítéljük meg, akkor a másik oldalon meg ne istenítsük már ezt az egekből, hogy hú, de az milyen klassz, ha ő mondja. Tehát, hogy Figyelj, Bajának ö, a, a, az irodalmi munkásság az olyan, mint a kevernét tényleg a, a, a nem tudom, az adj a gangszazolival. De szerintem ez, 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 ez helyén van, és szerintem jó is. Az viszont, hogy, hogy, hogy ő emberileg hozzám nagyon normális volt mindig is, és, és, és tényleg olyan váratlanul volt hozzám kedves, hogy arra nem voltam meg az tény. És hogyha ezt, ezt én ugyanígy nem mondanám el akkor, akkor azt érezném, hogy, hogy nem viseltettem vele méltóan ahhoz a fajta szeretethez, amit tőle váratlanul kaptam. Szóval csak ennyit akartam bajáról mondani. És ha a kérdést, Robi, úgy teszem fel, mert válaszoltál a gyermekvédelmi aspektusából, hogy mivel lennél elégedett. Bűnös aspektusából, mivel lennél elégedett. Hát nyilván az a legjobb, hogyha a, a lakatos márkot előállítanák, vádalkut kötne, és az egész társaság lebukne és összeborulna. Meg egyébként a... a... Nem, nem néztél sok maffia régen? szerintem ez nem maffia kategória. Hát most a vádalkú intézmény az pontosan azért van, hogy a, a súlyos büntetéssel... azért kérdezem, hogy nem illúzió ez, mert hogy ott szoktak ilyen dolgok történni, és akkor... Nem, hát Lakatos már ennek az ügynek a blaharújzatere már mondtam. Tehát, hogy ö, ott Lakatos Márk, Márkon keresztül mennek a szó átvitt értelmében és a szó szoros értelmében is a, a legnagyobbak is, meg az utolsó koszos tici is. Tehát ő a találkozási pont. Tehát szerintem neki, neki az ügyészségen kell beszélni, önmagát olyan helyzetbe hozni, hogy ha el, elítélik, akkor, akkor mérsékeltebb ítéletet kapjon, de ő által össze, tehát ő a középtégla a piramisra, amit ha kijutsz, akkor összeborul az egész, hogy ő beszél. De egyébként ez a, ez, a, ez a, kémiai kasztrálás a pedofilok tekintetében, most elvonatkoztatva a lakatostól, amit most a mi hazánktól, szerintem azt is érdemes volna megfontolni. Tehát, hogy én, nyilván én nem vagyok mi hazánkos, tehát hogy én még mindig a, a kormánypártot támogatom, meg rájuk is fogok szavazni. De hát ez, ez, más országokban is működik. Hát én nem látom ezt tőledöktől valónak. Szerinted, becslésed szerint hányan vannak, akik lakatost az elmúlt néhány hétben megkeresték, hogy tartsa a száját? Hú, nagyon sokan. Biztosan nagyon sokan. Kérdés az, hogy elértéke. Jöjjön a Személyeskedő rovat nem terveztem, de a Robi azt mondta, hogy hiába csinálta ezt a játékot végig, nem tudom, mikor voltál nálam egy éve. Yeah. Teljesen megváltozott most minden, úgyhogy, úgyhogy rengeteg új nevet tudok neked mondani, akit akkor no. nem kellett, hogy mondjak. És a játéknak ebben az esetben mégiscsak van létjogosultsága. Más esetben, ha újra jön valaki, nem szoktam alkalmazni. Úgyhogy jön a személyeskedő rovat a bezzekben a feladat ismert, a szabályt ismered, nagy sztorizásra nincs lehetőséged az első gondolat, ami eszedbe jut, okay. vágjad bele. Torockai László. Tökös csávó. Rogán Antal. A háttérember. Duro Dóra. anya. Márkizai Péter. Alattomos. Morvai Krisztina. Okos. Magyar Péter. Pofátlan. Ugye tudod, hogy egy szónál többet is mondhatsz? Mm. Fog-e levelin? Szintén áruló. Ungár Péter. Továbbra is kedvenc Buzi. Lakatos Márk. Lagadozó. Alföldi Róbert. Buzi Sebestyén Balázs. Róka. Nagy Alekosz. Bírom. Hajdú Péter ez az az ember, akiről korábban meglehetősen negatív kép élt bennem, és amióta így volt személyes beszélgetésünk, azt a képet ő árnyalta. És tudom, hogy miről az általános vélekedés, vagy mik, mik szoktak előjönni, de, de én korrekt csávónak ismertem meg a Pétert. Puzsé Robert. Lélek nélküli ember olyan lélek nélküli ember, akiért nagyon kár, hogy elvesztette a lelkét, de lélek nélküli. Nagyon sokszor volt már olyan, hogy valakinek a szemében néztem, és gonoszságot láttam, vagy, 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 vagy rossz dolgokat éreztem, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy a szemen keresztül bármennyire rosszakat mondtak arra, hogy pontosan tudtam, hogy az az ember igaz, és hogy annak az embernek van milyen, nagyon, nagyon mély lelke van. A Puzsérnál üveges tekintet volt, amikor mielőtt elcsattant a pofon. Olyan üveges tekintet, amilyet nem láttam még életemben. Az a, az, az, igazi, az a, az a lélek nélküli, az a, az a De milyen érdekes, amikor később találkoztunk Újlipótvárosban, teljesen spontán, és akkor váltottunk egy pár szót, akkor nem olyan volt. És akkor beszélni is tök normálisan tudtunk beszélni. Egymásba botlottatok, az Igen. nem megrendezett meg találkozó. Hát, hogy hogy, 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 hogy ő, ő, ő kimondottan azt érzed vele kapcsolatosan, hogy ő valami démonizált szar, aki, aki, aki egyszer ilyen, amikor a démonja van felül, akkor meg olyan. Skrapski Fruzsina. Végtelen tiszta teremtmény. Varga Ádám és simulékony ukrán. De nem, ezt egyszer, ezt egyszer valaki bemondta az egyik műsorban, valami, valami SMS ezért, vagy telefonáló mondta, az Ádám, az Ádám egy nagyon-nagyon okos gyerek, nagyon talpra esett, és tudom, hogy irítál, a, a, amikor próbál poénkodni, meg a, a, mester, a kicsit mesterkét poénjei, egy, 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 nagyon jó csávú az Ádám, szeretem őt. Egri Viktor. Az egy alattomos geci ember a hasonló családtam még. A, a, ő meg a boros az a legalja. Tehát, hogy én mindenkinek meg tudok bocsájtani, lásd azoknak is, akik korábban mondjuk próbáltak lejáratni, ők, ők a legalattomosabbak. Hát, Bocsánat, de... lejjebb érzékeled a Puzsérnál? Hát, hogy lenne följebb a, a, a a szar disznótól. Tehát amit kiszart a disznó, az, az, lentebb van, mint maga a disznó. A puzsér a disznó, ők meg amit kiszart. Tehát persze, hogy lejjebb vannak. Hát ő csak, tehát ők csak szeretnének puzsérok lenni, de még azon a szinten sincsenek, vagy azon a mélységen, ahol ő van, amik alatta vannak, és az Egri Viktor alatt van a boros, azért mindenképp tegyük hozzá, mert róla azért tudni, hogy ő csak akkor ülhet be a székbe, ha valaki menstruál, hogy beteg. Tehát, hogy ő nincs velük egy szinten. Mérővera. Elmondtam, hogy ő egy nagyon nagy kérdőjel számomra. Ö... Ennyit elárultuk talán, hogy volt egy éjszakánk, amikor beszélgettünk, hogy 5-6 óról telefonon. Én utoljára a gimis barátnőmmel beszélgettem ennyit. De mérőverával 5-6 órát beszélte éjszaka? Aha. És... A feleséged fönt volt? Igen, de őt nem érdekel, hogy én őkkel beszélek, tehát hogy nincs ilyen Na fél... mindegy, és a, akkor, a, 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 akkor legalábbis nekem ott megvillantott nagyon emberi oldalát is, és, és, az a fajta, azért mondom, hogy azt az oldalát, azt, azt, tökre közel érzem magamhoz, de van egy másik oldala, amit meg tökre távol érzek magamtól, és bizalmatlan semmi mindig van bennem, és ő kérdője számomra, de, de egyébként szerintem ő nem a gonoszak közé tartozik, hanem, hanem inkább a naivak közé. Pocsondi Edina. Hát most megint egy olyan nevet kezdít elmondtam, mert ez a legalattamosabb. És hogy mondjam, örüljönek neki, a, ő is meg a Puzsér is, hogy nem vagyok olyan alattam az senki házi, mint amilyen, amilyenek ők, mert őket is feldobták nekem, tehát olyan sztorikat, és adásul közeli, nagyon közeli ember hozzájuk, érted? És csak azért nem hozakodtam ezzel, mert nem érdekel a magánéletük, hogy milyen ajságokat követtek el, meg hogy a magánéletükhöz köthető bulikon miket csináltak, úgyhogy róluk nem mondok semmit, de, de neki be kéne fogni a száját inkább. Bajer Zsolt. Szeretem őt, ő is szeret engem, úgy érzem. Alföldi Robert. Hát ezeket kérdezted, Mondtam, hogy buzibáró. Hát mit? Vagy mit fejtsem ki jobban? Nem, csak ö, a szemem már nem olyan jó, és. Kétszer, tehát. Olyat, föl? Olyat hát is... Akkor dupla buzibáró. De hogy egyébként jó, tényleg az, hogy Magyarországon van van olyan, hogy buzibáró, akkor az ő. Tehát, tehát olyan méltósággal buzinak lenni, mint ahogy ő, az, az tényleg az ritka, az tanítani kell. Húd Gergely borzalmasan lojális csávó. Borzalmasan lojális. Minden tekintetbe. A, olyan sztorikat láttam, meg, 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 éltem át mellette, hogy soha korábban nem tapasztaltam azt, hogy egy, 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 felettes a saját munkatársaiért olyan szinten tartsa a hátát, mint ahogy ő teszi. Tehát, hogy nekem aztán mondhat mindenki rosszat a hútról, aki akar, de én, én, láttam őt, meg, meg nekem voltak fel olyan beszélgetés, amit csak én, meg ő tudunk, és, az az ember az, az, az onnan tudod, hogy valaki lojális, amikor nem csak felfelé lojális valaki, hanem lefele is. És ő ilyen. Tehát szerintem, szerintem ő nagyobb megbecsülést érdemelne bizonyos körülben, mint amilyet kap. Gulyás Márton. tehát ő a sátálista polcon magason van, tehát hogy ő, ő, nem akárki, tehát őt nem lehet összekeverni mindenféle drogosokkal ott középtájékor, meg nem lehet a legalján grasszáló Egri Viktorokkal, tehát ő fent van a polc tetején, ő a főszervező. Marci egy nagyon intelligens csávó. Nyilván ezért, ezért, ezért hogy mondjam, ezért jár neki az a fajta tisztelet, ami, amit az ember az ellenfeleivel szemben tanúsít, amikor tudja, hogy, hogy olyan ellenférő van szó, aki tehetséges. Tehát, hogy őt, őt, úgy kell kezelni, mint a tehetséges ellenfelek, de nagy méregkeverő és, és nagy ármányokkal, nagy ármányokat lebonyolítani képes ellenfélként kell eltekinteni. Ő a tetején van ennek a polcnak. Cség Tamás. Nagyon tehetséges, a Tomi, föltehetőleg roma származású. Ugye mondta róla a Márki zaj mondta róla a Márkizaj, szegény Tomika Amit elment, ő nagyon amit szeret. Amit persze, lol. Na mindegy, elment a Tomika, és csináltatott egy ilyen izét, nekem mutatta egy ilyen DNS-tesztet, és ugye, hát nyilvánvaló, hogy dominál benne a kínai DNS, meg a vietnám. Laoszi. Hát igen, de, de, a papíron a, a vietnámit és kínait írnak neki. Hát ő egy, egy nagyon ügyes gyerek, aki... Ugye ez, tőlem származik ez a mondás, hogy a, a, az ukrán-orosz háborúnak ugye három nagy nyertese volt az Egyesült Államok, Kína, meg Nográdi Gyuri bácsi, de hogy ők ezt tényleg tudták központosítani, és hát konkrétan egy olyan internetes brendet építettek föl, szakértői brendet, ez... Tehát soha korábban nem gondoltam azt, hogy ekkora nézettségeket lehet produkálni szakemberek megszólaltatásával, hiszen a szakemberektől a, az átlagember úgy visszajog, tudod, unalmas. Nagyon szürke van, nagyon mizéns. És nem, meg tudták azt a kört alkotni, ahol minden este jönnek a szakértőket, Nógrádi Gyuri bácsi ugye minden este nagyjából ugyanazt mondja el, és minden este megnézi ugyanaz a 100-150 ezer ember, érted, is? és az a pont, hogy én is nem tudok úgy elaludni, ne hallgassam végig Nógrádi Gyuri bácsit, az összes történetét ismerem, minden tudok róla, és, és egyszerűen működik, és a a, akkor ez e megy a meditatív. Hogy ne, hogy ne. De, de, de Tőle csak a, a, a két tűzközetet szeretem jobban, amikor a Kraus professzor a professzora vennék, nagyon, nagyon nyugtató hangja van, tök mindegy, hogy marxista, nem gond, mert, mert, mert realista marxista. Tehát a, a jelenleg korunk nagy kérdésére realista válaszokat tud adni, még így is. Tehát ez is mutatja, hogy igazából ö, mindkét oldalon vannak olyan emberek, akikre érdemes odafigyelni, akkor is, ha más gondolunk. De a, a Tomi egy picit ilyen Ilyen lakadték, Károly 20 de hogy jó értelemben. Tehát én szeretem nagyon atomit, barátomnak tartom. Horváth Tamás. Ö, az énekes vagy a magyar jelen főszerkesztő? Magyar jelen. Ö, őt azért csípem, mert ugye róla mindenki így ilyen szélsőjobbosként gondolkodik, és a csávó kurva jó ami ugye hát a, a feketék szokott jellemző lenni, meg minden. És ugyan... Tehát, ugyanúgy borbéhoz jár, mint a mint a roma srácok, ugyanaz a szakál kivágás, meg haj, és mindig mondom neki, hogy, hogy ő nagyon jó cigány gyerek lenne egyébként. Ha ő egy cigánynak születik, ez egy nagyon jó cigány gyerek lett volna, Tomi. Füsi Angéla. Hát ez a nő kemény egyébként az angé, mert ugye az van, hogy a 9. kerület itt hónapokon keresztül nem tud például uh, Osvát ügyben sem lépni semmit, meg a lakatos Márk ügyben is hát eléggé lassan mozognak, és ugye tudni, hogy az angé egyébként cukrász, és mellette újságíró. És két rigó Jancsi között fel egy teljes szervezetet, tehát hogy érted, hogy miről beszélek, hogy, hogy az egy kemény csaj, én nem szeretnék uh, egy olyan ügyben uh, bármilyen vajjal a fülem mögött rendelkezni, az angé elkezd nyomozni. Ügyes, jó lány. Besegergő. Szégyen, szégyen. 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 Szégyen, hogy hétszer mondjam. A, nem lehetett. A, 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 aki, a, aki az úrnak nevébe beszél, az annak meg kell válogatni, hogy mit csinál. És a, a, az, hogy elmész ilyen, ilyen orgiákra, meg minden, az, az, az nem fér bele. És az, hogy te mellette még bemész és eladod magad a rádióba, hogy te, te nagyon harcolsz az LMBTQ ellen, nem fér bele nem lehet ilyet csinálni. Hont András. Bírom. Siffer András. Nem szeretem. A Schiffer, a szeretem. Hogy mondjam, véróka, véróka, de jó értelemben vág az esze, nagyon szarkasztikus, meg, ő megbízható pali. Ő még, ő még, az a fajta, akik, aki, aki, akik nem szúrnak hátba, pillanat alatt. Tehát, hogy én nagyon szeretem a siffelt, és szerintem, szerintem nagy szükség van arra, hogy a közéletben sifferek grasszáljanak. Dévényi István. Ja, ez dupláruló. Ő volt az, a, az, az, az ember, akit én korábban mindig megvédtem, mert pont azok közé azok, akiknek mikor a szemébe nézek, akkor látok bennük lelket, tudod, és én voltam az, aki mikor mások árulózták, mondtam, hogy, hogy ne bántsák azt az embert, mert fájdalmat látok benne, meg, meg és aztán engem is elárult, hát és onnantól kezdve akkor mi érted, hogy, hogy az az ember, akinek, akinek úgy nyújt az kezet, hogy a többiek taposnak rajta, és felhúzod a sárba, hogy, hogy ne tapossátok ezt az ember, gyere izé velünk, és nem baj, ha nem értünk egyet, de ne, nem a földön van erre fogja, és amint elértek a, a sötét sarokra, akkor beleszúrja a hátadba a kést, az a tupláruló. Szerető Szabolcs. Az melyik? Tudod, aki g-napon kétszer fordult. Jaj, a vízfejű. Hát az nagyon szánalmas, az nagyon szánalmas, jó volt ez, aki mindig elmondja, hogy hogy senki nem tudja, hogy Ábraham Róbetke ki, aztán kiírja a nevemet azért a címbe, hogy rákattintsanak, ahol ezt elmondja. Hát most rá mit mondjak? Ő háromszor, nem kétszer fordult, háromszor fordult a génapon, nem? Na senki nem tudja, hogy hányszor. Na hát most, <susod> érted? Na, modernkori Júdás, persze. Lukács Adorján. Hát ő a testvérem, és most nem vér szerint, hanem nem, ugye van az a... Tehát ha valakivel sokszor össze tudsz veszni, és mindig, mindig, ugyanaz a mély kapcsolata vége barátilag, akkor ezt már nevezhet a testvérednek is, hiszen abban megbízol, és amikor... Ö... Legnagyobb kritikus az Adorian? Hát ha igen, akkor én is neki, de hogy a... amikor bármilyen gond adódik, akkor, akkor ő lenne az, akinek szólnék, hogy a, a nekem most gondom adódott, valahol mennem kell azonnal, és hogy a családomra vigyázzon valaki, akkor az ő lenne. Érted ezt a fajtát? Tehát, hogy ha az éjszaka közepén el kell mennem, meg gond van, akkor, akkor, rábízom a családot, hogy vigyázzon rájuk, amíg, és ez fordítva is igaz, nem csak kell, hogy kérjen, ha vele történne valami, akkor tudnám, hogy mi a dolgom. Tehát ugye ez a szint. Köszönöm szépen. Nem gondoltam volna, hogy van értelme a személyeskedő rovatnak, de talán jobban volt értelme, mint máskor. Úgyhogy engedtem a nyomásodnak, és igazad lett. Ez volt a mai bezzeg. Ábrahám Robival ma igyekeztünk úgy beszélgetni, hogy kicsit távol tartsuk magunkat azoktól a más jellegű műsoroktól, amiknek szintén nagyon fontos haszna van, amiben Robi töviről hegyire elmondja a dolgokat, de én úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy most kicsit másra van szükség, és nem unásig újra elmondani azokat a dolgokat, amiket nem unásig mondunk, mert ezek az információk fontosak a magyar társadalom felé, de talán egy ilyen jellegű beszélgetésre most ö, szükség volt. Köszönöm szépen, Krisztián! Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nektek pedig a figyelmet, egy hét múlva jön a Bezzeg, sziasztok!